A klezmer zene igazi mestere, a Purim, avagy a sorsvetés szerzője, a Klezmer Suite zeneszerzője, a Budapest Klezmer Band alapítója, a Budapesti Operett Színházban pedig évek óta futó Mennyasszony tánc című klezmer musical zeneszerzője, és még sorolhatnám a titulusokat, de talán most a legfontosabb és a legfrissebb a Kossuth díj, amit most kapott a stúdióban Jávori Ferenc Fegya zeneszerző. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A szíveméjén az ember nagyon vágyik egy ilyen Kossuth díjra, nem? Hát megmondom őszintén... Gratulálok első körben, nagyon bocsánat! Szépen, köszönöm szépen! Hát óriási megtiszteltetés ez a díj, és megmondom őszintén, hogy amikor 1990-ben egy kis terembe, a Fészek klubba, egy pincébe elkezdtük ápolni ezt a műfajt, ezt a fantasztikus műfajt, amit úgy hívják, hogy klezmer zene, amit úgy szokták mondani, hangszeres zsidó népzene, és akkor nem gondolta volna, hogy ilyen magasságba fog engem repülteni ez a műfaj. Mégis mennyire könnyű volt, vagy nehéz volt ezt újjávarázsolni? Hát nekem könnyű volt. Én Munkácson születtem, Kárpátalján. A 70-es években áttelepültem Magyarországra, Budapestre, de a társadalomban ott voltak azok a dalok, hiszen amikor ilyen 15-16 éves korban tanultam klasszikus zenét Munkácson, Ungváron, és volt egy nagyon jó barátom, egy cigány primás, Galambosi Gyula. Uh-huh. Egyszer hallottam őt játszani egy ilyen kert helyiségbe, és mint gyerek bementem oda, és hát el voltam csodálkozva azon, hogy ez a primás micsoda fantasztikus dolgokat produkál, micsoda zenét játszik. És hát kiderült, hogy közben játszotta ezeket a klezmer motivumokat, ami engem nagyon megfogott. Amikor a 70-es években ide megérkeztem, akkor nekem a társam ott voltak ezek a dalok. És akkor mennyire fogékonyak voltak erre az emberek? Tehát, hogy értették? Nem, hát gyakorlatilag ez egy elfelejtett műfaj. Azt lehet mondani... És mivel próbálta visszahozni, közérthetővé tenni? Mit sugároznak a dallamok? Hát az életet. Az életet, amit gyakorlatilag a zsidó nép 2000 év alatt gyakorlatilag megélt, és úgy éreztem, hogy ebben a zenei világban olyan hatalmas nagy lehetőségek vannak. 1996-ban jött a hatalmas nagy áttörés, a Hegedűs a Háztérnő című musical, a Madách Színházban. És ez meghozta a sikert, több mint és 200. És ezt most is látom, hogy olyan csillogó szemekkel kiteljesedve beszél erről, és azt gondolom, hogy el is érte a célját. És mik a legújabb termek? Bocsánat, hogy... Hát a legjobb a terve, hát most egy újabb musicalről van szó, pont voltam az Operett Színházban, és nagy köszönettel tartozom Kerény Miklós Gábornak, hiszen ő mutatta be annak idején a Mennyasszony tánc című musicalt, ami azóta is megy, hamar lesz a 200. előadás, és hát most egy újabb musical fog készülni. Említett, hogy Munkácson született, Ungváron tanult, tehát minden szál oda fűzi most, és igazából azt gondolom, hogy az egész világ Ukrajnára figyel, gondolom ön is. Hogyan érinti meg önt az, ami most éppen Ukrajnában zajlik? Hát én nagyon szomorú vagyok. Én csak azt tudom, hogy annak idején, amikor Munkácson éltem, egy olyan házban éltem, ahol egy ukrán, egy orosz, egy sváb, egy magyar, egy szlovák, mindenki megfért egymás mellett. Zsidó család lakott, és nagyon jól megvoltunk egymással. És most látom, hogy egy hatalmas nagy feszültség forrása van, és van egy barátom Krímbe, aki egyszerűen mindig is ukrán állampolgár volt, most úgy néz ki, hogy orosz állampolgár lesz, most nem hrivnya lesz, hanem rubel lesz. Mindenki szorong, mindenki vár valami jót vagy rosszat, ezt nem lehet tudni, hiszen a történelem mindig hoz ezeket a meglepetéseket, és hát a kis ember ennek az egésznek a szenvedő alanya. De önnek további sok sikert kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon várjuk az új darabot. Köszönjük szépen, nagyon hogy szépen itt köszönöm. Volt.